A különleges bánásmódot, több figyelmet igénylő kisgyermekek segítése és támogatása, vagy az ADHD-s fiatalok igényei. Ez is téma volt annak a tábornak a keretében, amelyet a Rákóczi Szövetség szervezett Sátoraljóújhelyen. Idén első alkalommal mintegy 150 észak-erdélyi és párciumi óvónő és tanítónő találkozhatott ilyen formában. A Rákóczi Szövetség idén ősszel is hétvégi találkozókat szervez, mint mindig, az óvónőknek, a külhoni magyar óvónőknek és tanítónők számára, azzal a céllal, hogy megbecsülésünket kifejezzük irántuk, hiszen a magyar iskola választás elősegítésében ők központi szerepet játszanak. A rendezvény kulturális és szakmai programokban dúskál, de kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az emberi kapcsolatokat is építsük, ápoljuk, ugyanúgy nem csak az emberi, hanem az intézmény kapcsolatok tekintetében is. Ennek kapcsán az is elhangzott, hogy a Rákóczi Szövetség határon túli magyar iskolákat és iskolásokat segítő programja jelentős támogatás főként érzelmileg, de anyagilag is az ott élő magyar közösségek számára. A Rákóczi Szövetségnek ez a programja, ami az óvoda program, iskola program, akár a gólyahír program, ezek mind elősegítik azt, hogy azok a szülők, akik esetleg gondolkoznak, vagy bizonytalanok, azok is megerősedjenek abban a tudatban, hogy az ő gyereküknek is magyar tagozaton, magyar osztályban, vagy magyar óvodai csoportban van a helye. És úgy gondolom, hogy ha magyar óvodai csoportba kerülnek, akkor már könnyebb a magyar iskola választás is. Tehát ezért nagyon fontosak ezek a lépések, amelyet a Rákóczi Szövetség elindított. A táborba meghívást kaptak helyi szakemberek is, akik a találkozás lehetősége mellett az elhangzott információkat is örömmel fogadták. Ugyanazért azért az összetartozásért, azoknak a magyarság tudatnak az átadásáért neveljük a gyermekeinket, és azért vagyunk óvodapedagógusok és tanítók, hogy a gyerekek, akik ezekbe az intézményekbe bekerülnek, tudják és értsék meg már az óvodában, hogy mi a magyarság tudat, mi az identitás kialakulása az ő életükbe, és hogyha a szülők is ebbe partnerek, akkor biztos, hogy ez a nagy összetartozás, a magyarság összetartozása megvalósul. A hétvége során a térség kulturális és épített örökségeit is megismerhették a határon túli óvónők és tanítók.